Idővel pedig nem csak hordani fogjuk ezeket az eszközöket, hanem akár bele is építhetjük a testünkbe. Kutatók szerint eljön az idő, amikor memóriát is lehet vásárolni, hogy az agyunk kapacitását növelni tudjuk. Erre persze még feltehetően várni kell, de már most is élnek közöttünk olyanok, akiknek számítógépes csippet, elektródákat, dekódert ültettek a koponyájába, gyógyászati céllal. Hello. Jó napot! Most érkeztünk a háza elé, itt várjuk lent. Köszönöm. Azért ez elég döbbenetes, hogy most egy olyan embert hívtam fel, hogy szóljak, hogy megérkeztünk, aki egyébként semmit nem hall. Azért ebből is látszik, hogy mire képes ma már a technológia. Ő Michael Korost, aki azt vallja, a teste a jövőt szimbolizálja. Én egy ember vagyok számítógéppel a fejében. Technikai értelemben egy kiborg vagyok. Rebuilt, azaz újraépítve. Ez a címe az amerikai tanár, vagy ahogy a saját foglalkozását hívja, a technológiai teorista első könyvének. Aznap éjjel kezdte írni, amikor teljesen elveszítette a hallását. Súlyos nagyot hallással születtem mindkét fülemre, de kisgyerekként kaptam hallókészüléket, úgyhogy meg tudtam tanulni beszélni. De 2001-ben, 36 éves koromban egyetlen nap alatt elveszítettem a maradék hallásomat is. 4 óra leforgása alatt teljesen siket lettem. Éppen egy üzleti úton voltam, úgyhogy kénytelen voltam lemondani az összes megbeszélést, mert ugye semmit sem hallottam. És hazafelé a gépen ülve azon gondolkodtam, hogy 2 dolgot kell sürgősen tennem. Be kell szereznem egy kochleáris implantátumot, és írnom erről az egészről egy könyvet. Na persze, mert Amerikában minden a bizniszről szól, és ma már mindenki mindenről könyvet ír. Zuhan át most valószínűleg az önök agyán is. De Michael Korost valóban egyedülálló könyvet írt arról az átalakulásról, ami nem csak testileg, hanem lelkileg is megviselte, viszont újra hallani kezdte a külvilágot. Létezik egy technológia, amellyel egy eszközt ültetnek az ember fejébe, hogy újra halljon. Én is erre vállalkoztam. Ez tulajdonképpen érzékeli a hanghullámokat egy mikrofon segítségével, amit kívül a fülemen viselek. Ez itt tehát az eszköz külső része, és ez így együtt a kochleáris implantátum. Ezt simán fel kell tennem a fülemre, mint egy hallókészüléket. Így helyezem fel. Aztán ide teszem ezt a mágneses korongot, ami hozzátapad a koponyámhoz, és ami a hangokat elektromos jelekké alakítja, és továbbítja ebbe a jelfogóba, ami viszont már a koponyámban van. Ez a chip dönt arról, hogy milyen elektromos impulzusokat dekódol és továbbít ezeknek az elektródáknak a segítségével, amelyek a belső fülbe vezetnek. Mindezt elmagyarázza egy ábrán is. Tehát a belső fülbe elektródákat és egy ehhez kapcsolódó jelfogó, kvázi dekóder egységet ültetnek. Az elektromos impulzusokat pedig érzékelik az idegsejtek, és az agyba továbbítják, hallásérzetet keltve. Ilyen áramkör van a koponyámba ültetve. Látszik, hogy ez egy valódi kompjúterchip, tranzisztorokkal, drótokkal. Emlékszem, amikor ezt a képet először megláttam, azt mondtam, atyaég, ez tényleg olyan, mint egy számítógép alkatrész, amit belém fognak ültetni. Megrémisztett a gondolat, hogy egy ilyen szerkezet kerül az én hús-vértestembe. Bevallom, először nagyon zavart az egész, hogy ember létemre egy áramkörre legyek utalva, hogy halljak. Sokszor ezzel álmodtam, rémálmaim is voltak. Időbe telt, amíg elfogadtam, hogy egyrészt egy csip van a fejembe ültetve, másrészt, hogy egy ilyen eszköz csak úgy mágnesesen hozzátapad a fejemhez. De a megpróbáltatások ezzel sem értek véget. Rendszeresen jártam egy audiológushoz, akinek többször is állítania kellett a készülék szoftverén. El kellett fogadnom, hogy egy szoftver hoz döntést a fejemben arról, hogy hogyan hallom a külvilágot. Én mindig is nagy science fiction rajongó voltam, sokat olvastam ilyen dolgokról, de ez most igaziból, ráadásul velem történt. Szóval technikai értelemben egy kiborg vagyok, de már nem szeretem így hívni magam, mert a sok sci-fi miatt rossz képzettársítás kapcsolódik ehhez a szóhoz. Azon egyébként többször is meglepődöm, hogy bár elég gyorsan beszélek, Michael szinte mindent tökéletesen ért. Pedig az általa hallott mondatok nagyon messze vannak attól, amit egy egészséges ember hall. Készített is egy mintát, hogy megpróbálja érzékeltetni a különbséget. Ezt halljuk normál esetben. I like to play tennis. És ezt hallja ő. I like to play tennis.
Amikor először bekapcsoltam a készüléket, borzasztó volt. Nem tudtam felismerni a hangokat. Bekapcsoltam a rádiót, és egyetlen szót sem tudtam kivenni, felismerni. Kétségbe estem, hogy semmit sem fogok hallani, az implantátummal se. Hónapokon át jártam az audiológushoz, amíg egyrészt sikerült megfelelően beállítani a készüléket, másrészt, amíg az agyam megtanulta értelmezni azt az információt, amit kapott. Mert az a furcsa helyzet állt elő, hogy bár siket lettem, az implantátummal az agyam sokkal több információt kapott, mint korábban a hallókészülékkel. Szép lassan kellett összepárosítanom, hogy ez az, ami a külvilágban történik, ez az, amit hallok, és ez az, amit a kettőből össze tudok rakni. A tudomány egyébként már szinte csodákat ért el a robotika és az emberi test ötvözésében. Ezt a műkezet, amelyet egy skót cég fejlesztett ki, például már gondolattal lehet irányítani. A bionikai végtagokat ugyanis össze tudják kötni a központi idegrendszerrel, amit így végső soron az agy irányít. A jövőn elmélkedve felmerült bennem, hogy vajon, hogyha ennyire a mindennapi életünk része lesz a technológia, akkor mi lesz a gyógyítással és hogyan fog kinézni egy kórház mondjuk 20-30 év múlva. Aztán kiderült, hogy annyira nem is kell a fantáziámra hagyatkoznom, hiszen már létezik egy ilyen szuperműtő, amelynek a technológiája valóban a jövőt idézi, és ha hiszik, hanem egy magyar professzor álmodta meg mindezt, és máig magyarok működtetik ezt az operációs részleget. Itt vagyunk most, és a világon mi lehetünk az első tévéstáv, akit beengednek forgatni, úgyhogy ha felveszem ezt a ruhát, akkor talán választ kapok arra a dilemmára, hogy elérkezhet-e az a pont, amikor egy műtét közben már nem a professzorok, már nem az orvosok, hanem a gépek fogják meghozni a döntéseket. Itt aztán nem csak meg az a tipikus kórházszag. Tényleg olyan, mintha valami futurisztikus laborban járnánk, intelligens gépekkel és a monitorok előtt a még újabb fejlesztéseken tanakodó kutatókkal. És nem is járok messze az igazságtól. Bár már itt is rendszeresen folynak műtétek, ez egy kísérleti laboratórium, ahol többféle jövőben mutató eljárást tesztelnek. Az egészet a magyar Jolesz Ferenc idegsebész kutató, a Harvard Egyetem radiológiai professzora tervezte, aki sajnos épp külföldön volt, amikor fiatal, szintén magyar kollégája végigvezetett minket. A képalkotó eljárások közül az első, amit itt alkalmazunk, az a mágneses rezonancia. A különlegesség ennek az operációs központnak, hogy ez a plafonra rögzített mágnes, ez ezen az ajtón keresztül be tud gurulni magába a műtőbe is, ahol a műtét zajlik, és tulajdonképpen a műtét közben intraoperatíve tudjuk ugyanazt a képalkotó mágneses rezonancia eljárást elkészíteni. Ez mit jelent, hogyha valaki egy műtétre ide befekszik, igen, akkor milyen olyan plusz dolog van, amitől ő biztosabb lehet abban, hogy fel is kell a Világos. Hát tulajdonképpen ábrázolni tudjuk a teljes emberi testet a legkülönfélebb képalkotó eljárásokkal, és térképezni tudjuk, mint egy navigációs rendszer. Gondolom, hogy erről a képernyőről kapjátok az információt. A legtöbb információt, igen. Azokat a képalkotó eljárásokat, amiket használunk itt, tehát például a C-karú röntgen, illetve a MRI és a PET-CT masinák, ezek tulajdonképpen elsősorban háromdimenziós, ilyen navigációs formában, ilyen térképformában tárálják elénk a betegnek az állapotát, és ezeket ezen a képernyőn műtét közben tudjuk nézni és követni. Bár a szakzsargont néha nehéz követnem, csak sikerül kihámoznom a lényeget. Itt minden rendszer egyesítve lett, ezért az orvosok a műtét közben valós időben is folyamatosan követni tudják azt, ami a paciens testében zajlik, amit a beavatkozás kivált. És ezen a beteg élete múlhat például egy agyműtétnél. Elérkezhet például az a pont, amikor operáció közben a gép önálló döntést is hozhat. 10%-ban végzik csak gépek a magát a beavatkozást, és 90%-ban még mindig az emberi erő és az emberi döntések számítanak, de már nagyban befolyásolja a technológia az emberi döntéshozást. Hát először csak döntést tanácsolnak tulajdonképpen, és segítik a döntést, a jövőben pedig lesznek olyan robotikus alkalmazások, ahol a terápiás beavatkozás az automatikusan zajlik. Hogy rendben, hogy a gépek sokkal precízebben tudnak dolgozni, de valahogy mégis talán hajlamosabbak vagyunk jobban bízni egy olyan professzorban, egy olyan orvosban, akinek van több évtizedes tapasztalata, és mégiscsak ember. Igen, valóban ez a legnagyobb félelem a technológiával szemben, hogy mi fog történni akkor, hogyha gépek hozzák a döntéseket, és gépek is hajtják végre. Hát csak az autógyártást hozhatom például, ahol annak idején 100 évvel ezelőtt kézzel építették az autókat, és aztán megjelent a manufaktúrás, illetve a gyári alkalmazás, és a 70-es években elkezdtek robotokat használni.
amennyiben a technológia megfelelően kifejlesztett, tesztelt, validált, és minden kutatási anyag azt mutatja, akkor el lehet kezdeni az emberi alkalmazásokat, és várhatóan megfelelő sikerrel fog járni. Elképzelhető, hogy eljutunk mondjuk arra a pontra, amikor csak gépek hajtják végre a műtéteket, és ember nem is kell hozzá. Elképzelhető, elképzelhető. Hasonlóan vélekedik Jolesz professzor is, akit videókapcsolat segítségével végül el tudunk kérni. Elmondja, hogy már most is több laboratóriumban dolgoznak például olyan robotokon, amelyeket össze lehet kötni a műtőben használt képalkotó berendezésekkel. De azt persze nehéz megjósolni, hogy pontosan hová vezetnek majd a fejlesztések. Van egy irányzat, ami kicseréli a sebészeket és az orvosokat robotokkal, de a másik irányzat pedig az, hogy minél több számítógépes információ technikai eljárásokat veszünk be a folyamatba, ami egyre jobban megszervezve lett és optimalizálva lesz. A robotsebészet egyébként már egy létező irányzat. Ezt a műtétet például egy Da Vinci nevű robot segítségével végzik. Van, hogy az orvosok a távolból irányítják az operációt, de létezik emberi beavatkozás nélküli műtét is. Ennek az az előnye, hogy egy robot sokszor precízebb és gyorsabb munkára is képes, így kevesebb a vérveszteség és kisebb a fertőzés veszélye. Én persze ennek ellenére nem vagyok biztos abban, hogy szívesebben befeküdnék egy robot kése alá. Már ezek az ember által irányított high-tech műszerek is épp elég ijesztőek. Ahhoz, hogy valaki orvos létére mondjuk értsen ezekhez a műszerekhez, azért gondolom rengeteget kell tanulni folyamatosan. Folyamatosan, igen. Észrevehetünk egy ilyen hibridizációs folyamatot az orvosoknál. Tehát ahogy az autók is hibridek lettek, mi orvosok is azzá váltunk. És az orvosi diploma után legtöbben másoddiplomát szereznek, ezek általában komputer és mérnöki tudományokhoz kötődő másoddiplomák, és ez teszi lehetővé az ilyen műtéti központok kifejlesztését. Előfordulhat az is, hogy mondjuk 10-20 év múlva ezeknek az eszközöknek, amelyeket most még szinte csak kórházban érhetünk el, egy részét akár meg is vehetjük a saját otthonunkba, és otthon is gyógykezelhetjük magunkat olyan dolgokkal, amelyek most még elképzelhetetlenek. Itt vannak úgynevezett home alkalmazások, tehát otthoni alkalmazások, legyen szó egy kézi ultrahang készülékről, vagy egy olyan, egy diabéteszesnek, egy cukorbetegnek, egy olyan cukormérő berendezésről, amivel meg tudja a vércukorszintjét állapítani, ezek már megjelentek. Információt elérhetővé tesznek az orvosok számára, de úgy, hogy ők otthon vannak fizikálisan. Tehát lehet, hogy eljutunk arra a pontra, hogy el se kell menni a kórházba, mert hogyha valaki ezt a vizsgálatot otthon elvégzi, csupán beleteszi az eredményeket valamilyen rendszerbe, ami már mindenkinek elérhető lesz, és megkapja az eredményt, a javaslatot a gyógykezelésre, sőt, akár a gyógykezelést is meg tudja otthon kezdeni? Igen, valóban. És vannak olyan automatizált eszközök, elsősorban itt a Harvardon kerülnek kifejlesztésre, amelyek intelligensen döntenek egy diagnosztikai elemről, míg a beteg tudta nélkül is. Tehát lesznek olyan berendezések a jövőben, és ezek nagyon friss kutatások, de megint csak a távoli jövőbe mutatnak, amelyek beépített mikrocsipek az emberi testen belül, például a cukorbetegeknél olyan csipek, amik meg tudják automatikusan mérni a cukorszintet vérben, és szintén automatikusan a beteg tudata nélkül inzulint injektálnak be, és azonnal kezelik a beteget olyan esetben, amikor arra szükség van, valóban ilyenek lesznek. Most is ezen a kifejezésen gondolkodom, hogy hibrid orvosok, elég abszurdnak hangzik így elsőre ez a kifejezés, de hogyha tényleg hihetünk azoknak, akiket a jövőről kérdeztünk, akkor már sokkal hihetőbb, hogy nem csak az orvosoknak, hanem minden más szakterületen dolgozóknak is meg kell barátkozniuk és ismerkedniük a technológiával, ahhoz, hogy egyáltalán a legalapvető feladatokat elvégezhessék. A brit futurológus szerint azonban a távolabbi jövőben épp a visszájára fordulhat ez a folyamat, olyan mértékben veszik át a gépek a szaktudást igénylő feladatokat.
Egyes beavatkozásoknál, például agy- vagy csípőprotézis műtéteknél már most is nagy szerepe van a robotoknak, de ezeket többnyire emberek irányítják. Néhány év múlva viszont feltehetően önállóan is képesek lesznek egy-egy operációt elvégezni. A robotok maguktól is rájönnek, majd mi a beteg problémája, hogyan kell azt kezelni, mit kell tenni. Ehhez nem feltétlenül lesz szükség emberekre, a műtétet végző szakembereket könnyedén lehet majd helyettesíteni robotokkal. Ezzel szemben a nővéreket nem lehet kiváltani gépekkel, hiszen a nővérnek ápolnia kell a beteget, gondoskodni róla, és ehhez kifejezetten emberi készségek, képességek szükségesek. Hiszen a nővérnek az érzelmi reakciókat is követnie, értenie kell. És ezt sokkal nehezebb elvárni egy számítógéptől. Szóval a mesterséges intelligencia a feje tetejére fordíthatja a gazdaságot. A tudományos fokozattal bíró szakemberek könnyen helyettesíthetőek lesznek intelligens robotokkal. A szaktudás, a tárgyi tudás elértéktelenedik a munkaerőpiacon. Viszont óriási értéket képvisel majd az a munkaerő, amelyik megértő, empatikus, gondoskodó, ráérez a mások problémáira. Azt szoktam mondani, hogy ez lesz a gondoskodó gazdaság kora. Ez egy nagyon érdekes tendencia. Minél okosabbak lesznek a robotok, annál inkább arra kényszerül az ember, hogy emberi legyen. Kérdés, hogy hol húzódnak majd a határok a gépi fejlesztések és az emberi test viszonyában. Már most is léteznek irányzatok, például a transhumanizmus radikálisabb ágazatai, amelyek szerint a jövőben nem csak a sérült emberekbe lehet bionikus eszközöket ültetni, hanem épp embereket is érdemes lesz egyfajtaképpen továbbfejleszteni, lecserélni a végtagjaikat, vagy akár a szemüket, a fülüket, hogy a technológiának köszönhetően átlagon felüli képességekkel ruházzák fel őket. Ez persze egy szélsőséges irány, a robotika viszont elképesztő eredményeket ért el az utóbbi évtizedekben. A NASA és a General Motors éveken át dolgozott a Robonaut, azaz az emberszabású robot fejlesztésén, amely olyan munkát is képes elvégezni, ami egyébként űrhajósok feladata lenne. Világszerte is rengeteg cég foglalkozik robotok építésén, amelyek állítólag 2035-ig átvesznek szinte minden most emberi erővel készülő munkát. Egyes kutatók szerint pedig közeleg az idő, amikor már megkülönböztetni is alig lehet a robotokat az emberektől. Ezt vallja ez a férfi is. Ő Hiroshi Ishiguro, az Oszakai Egyetem professzora. Pontosabban ez a professzor gépi hasonmása. Ezen a felvételen már látni, hogy a hasonlóság döbbenetes. Főleg azért, mert ennek a robotnak, a geminoidnak már a mimikáját, a mozgását is élethűre tervezte a szakember. A robot még beszélni is tud. Elkészült a geminoid női változata is, amely, mint látják, már az emberi tapintásra, simogatásra is emberi reakciókkal válaszol, például mosolyogni kezd. A robotoknak már ma is kiváló a fizikai képessége, de még nem igazán értelmesek. De a jövőben nem csak fantasztikus fizikai teljesítményre lesznek képesek, hanem elképesztő intelligenciával is bírnak majd. Úgy, hogy a robotok többsége akár összeköthető lesz egymással. És ez sok szempontból veszélyessé válhat, ha nincsen okosan kitalálva a rendszer. Az Én a robot című filmben például egyetlen hatalom veszi át az irányítást az egymással összeköttetésben lévő több százezer robot fölött. Kérem, térjenek haza! Kiállási tilalomban! Tilalom? Nem, az kizárt, azt írtja az alkotmány. Kérem, térjen haza! Azonnal! Mióta diktál egy robot? Hey! Na, hozzád beszélek, állj csak meg! De Ian Pearson szerint ennél még ijesztőbb forgatókönyv is valóra válhat. Ezt hívjuk Terminátor forgatókönyvnek, amikor a robotok annyira intelligensé válnak, hogy önállóan képesek döntéseket hozni. Ezért egy ponton úgy döntenek, hogy megszabadulnak az emberektől, mint ahogyan az a Terminátor filmekben is történt. Ez sajnos egyáltalán nem elképzelhetetlen a valóságban sem. Ezért fontos, hogy a tudósok olyan rendszereket fejlesztenek ki, amelyek nem teszik lehetővé, hogy ez megtörténjen. A nukleáris tüzet a kevés túlélő úgy emlegette, az ítélet napja. És már is új lidert nyomással kellett szembenézniük, a gépek elleni háborúval.
Ez az egész fikciónak tűnik. Mindannyian láttunk már igazi rémálomszerű sci-fi filmeket. Hogy mi történhet, ha az emberiség nem elég óvatos? A probléma az, hogy ezeknek a filmeknek van valóság alapja. Hogy tényleg rémálomszerűre fordulhatnak a dolgok, ha nem vagyunk elővigyázatosak. Már most léteznek olyan szuperszámítógépek, amelyek képesek olyan teljesítményre, mint az emberi agy. De egyelőre még nem okosabbak nálunk, mert még mi magunk sem tudjuk, hogy az embert valójában mi teszi okossá. A pszichológusok, pszichiáterek, neurológusok évtizedek óta vizsgálják az embert, az intelligenciát, hogy mi is a tudat, és hogyan működik az agy. Pearson szerint 10-15 év múlva akár már a tudat feltérképezésében is áttörést érhetnek el a tudósok. Kérdés, hogyha megvalósul a mesterséges értelem, lehetséges lesz-e érzelmeket is ültetni a robotokba, akár csak a filmekben? Remélem, jól csináltam. Nem tudom. Miért csináltuk ezt, anya? Hogy szólítottál? Anya. És bár mindez tényleg nagyon utópisztikusnak tűnik, a jövő kutató által előrevetített valóság ennél sokkal megdöbbentőbb. De előbb nézzünk bele egy újabb fikcióba, talán emlékeznek a Hasonmás című filmre, ahol az emberek egy fotelból irányították saját maguk testét, mint egy bábút, amivel bármi megtörténhetett következmények nélkül. Pearson szerint a valóság még ezt is túlszárnyalhatja. Lassan elérkezik az idő, amikor megépítik azt a szuperszámítógépet, amit hozzá lehet kötni az ember agyához. És ahogy egyre kifinomultabban működik ez a gép, az emberi gondolkodás is egyre nagyobb százalékban történik majd ezen. Lehet, hogy ez a számítógép az emberek agyába lesz építve, de akkor is össze lesz kötve a külvilággal, az internettel, a külső tároló kapacitásokkal, és szép lassan az agyi tevékenység egyre nagyobb része történik majd az ember testén kívül. Ezért eljutunk arra a pontra, hogy ha a munkába menet előtt egy busz és meghalsz, ez alig ha fogja befolyásolni az életedet. Mert akkor már a tudatod 99%-át úgyis letöltötted a testeden kívülre, a virtuális felhőbe. Úgyhogy alig veszed észre, hogy meghaltál. Ez egy elég fantasztikus dolog, úgy szoktam hívni, hogy elektronikus halhatatlanság. És ha meghal a tested, akkor egyszerűen veszel magadnak egy android testet valamelyik android boltban. Ezt akár ugyanolyanra is alakíthatod, ahogy eredetileg kinéztél. A mesterséges agyad valahol odakint működik a weben, de ha a tükörben nézel, a látvány és valószínűleg az érzet is szinte ugyanolyan marad, mintha az a korábbi éned lenne. Mivel az életmódunknak és a tudománynak köszönhetően egyre kitolódik az átlag életkor, valószínű, hogy hamarosan 100-120 éves kort is megélhetünk. Úgyhogy akik fiatalabbak 35 évesnél, elég jó eséllyel megélik a századfordulót, amikor mindez, amiről meséltem, valószínűleg már rutin lesz. Ezért valószínű, hogy ők meg sem fognak halni. Szóval, ha önök 35 évesnél fiatalabbak, akkor szerintem körülbelül 75% esélyük van arra, hogy örökké élhetnek.